Nem dőreség, azt kérnem, hogy egy mondatban foglald össze a filmtervedet, hogy mondjuk a színészik is kedvet kapjanak hozzá. Én már elolvastam, és elég betegnek tűnt első hallásra, jó értelemben. Úgyhogy akkor pitcheld el nekünk, légy a filmedet. Egy sci-fi vígjáték, krimi és szerelmi szállal, ami egy magyar vidéki városban, hát egy ilyen 25 ezer fős, komlószerű városban játszódik. Főszereplője Misi, akit egy 18 éves fiú, és ő elég szorongós, egy kísérleti gyógyszert szed a helyi gyógyszergyárban a pánik rohamai ellen, és véletlenül rájön, hogyha egy bizonyos fajta házi pálinkát iszik erre a gyógyszerre, akkor tud utazni az időben. Ez az alapszituáció. És ezt próbálom a magyar vidéket úgy bemutatni, ahogy én megismertem, tehát én vidékről származom, Szolnok megyéből és Szabolcs megyéből, és sokszor zavarnak a vidéken játszódó filmekben azok az elemek, amik ilyen nagyon elrugaszkodottak a valóságtól, picit realistább megközelítéssel szeretném megmutatni a magyar vidéket. És mindezt egy időutazó sci-fiben. Nagyon durva. Egyébként nyilván minden középiskolás fiú, aki írogat, meg akár lány is erre gondol, hogy egy ilyet megírna. Sose gondoltam volna, hogy egy ilyen film támogatást kap, már csak ezért is megérte élni. Nagyon remélem, hogy meg fogjátok tudni csinálni. Majd visszakanyarodunk még magára, mert ugye az a címe, hogy Zanox, ugye? Ez a munka címe. Zanox, kockázatok és mellékhatások a címe. Egyelőre ennél jobb címet nem tudtam kitalálni, lehet, hogy más lesz a címe, de az is lehet, hogy ez marad. Azt olvastam, hogy nagyon sokat dolgoztál amatőr szereplőkkel, meg most is említetted, hogy autentikusabbá szeretnéd tenni a vidéket. Ez azt is jelenti, ez az autentikusság, hogy kevernéd a profi és az amatőr szereplőket mondjuk a szereplőválogatáson, vagy amikor keresed a színészeidet? Igen, szeretném keverni, de a civil szereplők csak bizonyos fajta karakterek megformálására alkalmasak. Tehát, hogyha egy színész jobb lenne az adott szerepben, akkor természetesen színésszel szeretnék dolgozni. De vannak olyan karakterek, akiket, hogyha egy civil játszik el, akkor az jó hatással van a hitelességre. És nagyon óvatosan kell ezzel bánni, mert leeshet nagyon egymásról a civileknek a játéka, meg a profi színészeknek a játéka, és ezzel, hogy lehet mégis jól összedolgozni a kettőt, hogy lehet jól instruálni civileket, ezt próbálgattam már több kis filmemben, például az általad említett Bújócskában is. És az volt a tapasztalatod, hogy a civilek mondjuk korlátozottan alkalmasak arra, hogy megírt szerepeket eljátszanak. Most csak azért kérdezem, mert ugye volt egy csomó olyan filmsikerünk, amiben civil szereplők egészen magas színvonalú munkát tettek le az asztalra. De ha jól értettem, akkor te úgy véled, hogy itt vannak korlátai ennek. Vannak korlátai ennek. Vannak olyan filmek is, ahol a civilek nagyon rosszul sültek el, tehát nem hitelesek. Én nem szoktam nekik megmutatni a forgatókönyvet például, nem szeretném, hogyha szóról-szóra bemagolnák a dialógokat. Valahogy egy picit lazábban veszem a velük való próbákat, meg a felvételeket is, és tényleg vannak olyan filmek, például a Csúlya Lacinak a Virágvölgy című filmje, ahol nagyon jól megtalálta a civil szereplőket, tényleg jobban működik a dolog, mint hogyha színészek játszották volna el, valami plusz hitelességet hozzáad a civil szereplőknek a jelenléte, de őket is tudni kell megfelelően instruálni, mert ugyanarra nem képesek, mint egy profi színész. Azt mondd el nekünk, hogy hogyan indulsz el egy ilyen szereplőkereséssel. Tehát most pillanatnyilag megvan a pénz arra, hogy az egész film legyártódjon, tehát elvileg te most ott tartasz, hogy neked van egy büdzséd arra, hogy legyen egy játékfilmed. És aminket most konkrétan a szereplők érdekelnek, a szereplőkeresés, akkor ez most hogy indul el nálatok? Ugye azért is van nehéz dolgom, mert a filmnek igen sok szereplője az 18 éves. Tehát a főszereplők azok 18 éves érettségiző fiatalok,
és hát őket nagyon nehéz felkutatni, ugye kevésbé is ismeri őket így az átlagember. És mivel jövő nyárra szeretném tervezni a forgatást, szeretném mielőbb el is kezdeni a castingot. Az egész ország területén vannak különféle színjátszótársulatok, vagy drámatagozatos középiskolák. A filmművészeti egyetemen is van egy-két olyan színészosztály, akik szóba jöhetnek, mert még olyan életkorba tartoznak, amikor még elhiszem róluk, hogy 18 évesek, de azt semmiképp nem szeretném, hogy 25-30 éves színészek játsszák el, hogy ők most érettségiznek, mint ahogy azt mondjuk sok, főleg amerikai produkcióban látjuk, hogy nem hisszük el, hogy ezek középiskolások. Én igazi 18 év körüli szereplőkkel szeretnék dolgozni. Hát köztük ugye az életkorukból adódóan kevés profi van, úgymond, aki tanulta ezt a szakmát, esetleg már szerepelt filmben, színházban, úgyhogy a szabad színész például egy nagyon jó felület arra, hogy megtaláljam azokat, akik szívesen benne vannak egy ilyenbe, és valamennyi pici tapasztalatuk talán már van is. Ővelük fel szeretnénk majd venni a kapcsolatot, és találkozni személyesen, illetve mondtam azt már a Filmintézetnek a Facebook oldalán is egy ilyen kis bemutatkozó videóban, hogy saját szakállukra is akár megkereshetnek engemet azok a fiatalok, akik úgy érzik, hogy nyitottak lennének egy ilyenre. Ilyenkor egyébként, hogyha kapsz self-tépet, akkor az segítség neked, vagy mindenképpen élőben szeretnéd első körben is csekkolni azokat, akikkel dolgoznál, vagy ebben az időszakban akár az is megfelel neked, hogy valaki videót küld magáról, és azt nézed meg? Egy videó ez nagyon jó kezdetnek, utána pedig mindenképp kell egy személyes találkozás, de nagyon jó a videó, igen, első lépésnek. Azt mondtad, hogy profik is fognak szerepelni a filmedben. Te az a típusú író, rendező vagy, akinek már eleve a fejében van a színész, akire írja, vagy vannak különböző karakterek, akik alapján meg fogod keresni mondjuk a profi szereplőket? Ez hogyan zajlik, vagy hogyan látod most? Nem voltak a fejemben konkrét színészek, amikor írtam a könyvet, csak karakterek, és most már van egy-két gondolatom profi színészekre, de úgy, hogy egy karakterre mondjuk van már három színész jelöltem, valakire meg még egy sincs. És szívesen dolgoznék együtt vidéki színészekkel, akiket ugye kevésbé ismerek, kevésbé szerepelnek filmekben, szívesen szétnéznék közöttük, és bevonnám őket a munkába. Akkor bátran ajánlom egyébként a szabad színészt. A 18 éves, még nem színészeknél lehet, hogy kevesebb találat lesz most még. A vidéki és a határon túli színészek esetében viszont egészen nagy kincses bánya vagyunk. Ezt sok olyan casting direktorral beszélgettünk, akik már láttak Paró Marjut, de még ők is néha azt mondják, hogy ez kicsoda. Úgyhogy egyébként tényleg javaslom, hogy majd nézzél körül. Már fel is mentem, van egy ilyen próbaverzió, kaptam egy kétnapos lehetőséget, felnéztem, és nagyon tetszik, amit ott láttam, úgyhogy elő fogok fizetni, az biztos. Szuper. Nem erre akartam kiukadni, de nagyon örülök, ha ezt mondod. Jó, nagyon szépen köszönöm igazából. Én körülbelül ezeket szerettem volna körbejárni, és figyelemmel fogjuk kísérni, nyilván színes szempontból is, hogy hogyan alakul a projekt, és nagyon drukkolunk neked. Még csak annyi kérdésem, hogy ami ott mögötted van, az a pár post-it, az már így a filmmel kapcsolatos terv? Ez egy másik film. De igen, van itt egy bejárati ajtó, az is tele van ragasztva posztitekkel, van egy szekrény, annak az ajtaja is tele van ragasztva, úgyhogy igen, ez egy munkamódszer, amikor az ember azon gondolkozik, hogy melyik jelenet melyik után jöjjön, és már annyira elveszett az apró részletekbe, hogy így messziről nehezen látja a dolgot, akkor ilyen posztitekkel kirakja a jeleneteket, azt is odaírom, hogy mi történik benne,
meg körülbelül mi a szerepe ennek az egésznek, és akkor így tudok egy kicsit velük játszani.